Szeretettel köszöntöm a Sport TV nézőit Fótról, ahol egy nagyon remek nemzetközi díllovagló verseny részesei lehettek a kilátogató nézők, mégpedig, hogy ne legyen unalmas a verseny, ismételten három fronton bizonyítottak a díllovasok, nemzetközi verseny volt, nemzeti verseny és a terápiás díllovas versenyeket is megrendezték ezúttal. Gyönyörű szép napsütéses hétvége várta a versenyzőket, nagyon szép idő volt, nagyon meleg volt, szinte nyárias meleg volt, ami egyáltalán nem zavarta a versenyt. A programokat Simone Reisenwebert láthatjuk Akelával, aki visszatérő vendége már ennek a versenynek. Ő nagyon sokáig Magyarországon élt, Magyarországon lovagolt, Dalos Gyula volt az edzője, akárcsak Akelának, aki a nagyhírű Akcionnak az egyik legeredményesebb leszármazottja. Magyarországon nem sok akcionivadék maradt a díllovagló sportban, Akela most már Németországból látogat haza, és évről évre kerekebb, erősebb, izmosabb, egyre képzettebb, sokkal nyugodtabbá vált a ló, és mint láthatni lehet majd a versenyszámban, mint ahogy láthatjuk is majd, nagyon szép piafot, nagyon szép pasztás mutat majd nekünk, méltóképpen ugye Akciónhoz. Nagyon szép nyújtott ügetést láthattunk az előbb, ugye a szombati napon a nagy díjban. Itt passzás, ugye ez egy ügető jármód, lebegőgetés, nagy lebegőfázissal, az első lábakat ugye a szár középig, a hátsó lábakat legalább a boka magasságáig kell emelni, itt piaf, ami ugye legalább 10-12 piaf lépés, és maximum 1 méter előre haladás az, ami megengedett, majd újból passzás, és a piaf passzás átmenetet is értékelik a bírók. Megnyerte a versenyt, nem titok, Simone Reisenweber. Akelával, második helyen Dalos Zsófia végzett Druppival, a harmadik pedig egy svájci lovas lett, Patricia Sarazin Garaisszóval. Egy riport következik, mégpedig a győztessel. A versenyszám győztesét kérdeztük arról, hogy mennyire elégedett. Természetesen elégedett vagyok. Nagyon jó volt a ló, jó érzés volt lovagolni. Volt ugyan egy pár apró hiba, amit vétettünk, de mégis nagyon jó pontszámokat kaptunk. Akeláról elmondható, hogy még egy kicsit mindig ideges, bár nagyon ambiciózus, akárcsak én. Törekszünk arra, hogy a legjobbat hozzuk ki magunkból, mégis néha megesik, hogy egy-két apró hibát vétünk, de végül is a piaf és a passzám, ami a lónak az erőssége, az nagyon jól sikerült. Úgy látja, hogy a magyar lovasport érdemes arra, hogy ebbe komolyabb pénzeket fektessenek? Magyarországnak kiváló adottságai vannak a lovas aktivitásokhoz. Ilyen területek, mint ami itt is van, de szerte az országban, ez ritka, ma már Európa szerte is. Ez az a hely, ahol egy lovas központba el lehet indulni a Szélrózsa minden irányában lóval, ezt Európában kevesen tudják produkálni, és mindenki csak biztatni lehet arra, hogy lovas sportokat, lovas aktivitásokat folytasson, de ebbe beletartozhat akár a fogathajtás is, vagy a lovaglás, vagy a lovas terápia, szóval bármi, ami ezzel kapcsolatos. Én azt gondolom, hogy ez egy kiugrási pont is Magyarország számára. Ugye itt vagyunk 60 éve, és itt van egy nagyon ősi Magyarországhoz nagyon jól köthető műfaj. Hát azt gondolom, hogy a kettőnek az összekapcsolása az egyértelmű és gyümölcsöző. Hogy magyar versenyzővel folytassuk a versenyt, rögtön Szokola Csaba lovag volt be Karneváll, aki ugye magyar színeket képvisel, egyébként pedig a Körmendi Lovas Egyesületnek a versenyzője. Csabi szintén nagyon ambiciózus fiatal versenyző, ő lovagolta be Karnevált a kezdetektől. Már nem meglepő, hogy ő is ugye Dalos Gyula mesteredző, örökös magyar bajnok tanítványa. Egészen az alapoktól indultak Karneváll, és most már ugye azt hiszem talán második éve már nagy szinten versenyeznek. És bátran elmondhatom, hogy a három nap alatt a ló töretlenül haladt és fejlődött, napról napra jobb állapotba került, és építette föl Csabi ezt a lovat péntektől egészen vasárnapig. Nagyon dinamikus volt önmagához képest, és egyre frissebb oló, egyre magabiztosabban hajtja végre a nagydíj szintű feladatokat. Itt éppen vállat be feladatot hajtott végre a lovas. Látszik, hogy erős a ló,
nem fiatal ló pedig már, de nagyon jó kondícióban, most kezd igazán beérni, egyre stabilabb, egyre biztosabb. A versenyzése nagyon jól sikerült, ezt a helyezései is mutatták, hiszen minden nap előrébb tudott lépni az eredményhirdetéskor, mindig előrébb és előrébb állt. Az Intermedier egyes zenés körben második helyezést ért el. Itt is oldaljárásokat láthatunk. Nagyon dinamikus, nagyon kádencírozott a lómozgása, nagyon friss. Korábban jellemző volt Karnevára, hogy egy kicsit mattabb volt, de fejlődik évről évre. Úgyhogy a magyar bajnokságban nagyon komoly tényezőként kell számolnunk, most már második éve Szokola Csabával.